Szeva, egy kérdés. Szerinted túlzás ez az iPad-es setup? Mondd el a véleményed, kérlek. Igen, rád gondolok, úgyhogy kommentelj egyet. Szóval ma egy egészen új szintre lépünk ezzel az iPad-es setup-pal, ami nem csak arról szól, hogy mi van az asztalom, hanem túl is mutat rajta. Beszélünk még áramforrásról, fényekről, akusztikáról és minden másról is. És persze a végén jön egy csavar, amit meg fogok osztani, de nyilván csak a videó végén, szóval maradj velem és nézd ezt a videót, élvezd. Kezdjük el, de előtte intro. Középpontban egy 11 colos iPad Pro áll, Magic Keyboarddal, ez szerintem nem igényel különösebb bemutatást. És ha már asztal, a BenQ PD2425U monitorhoz csatlakoztatom, ami szerintem egy tökéletes mérete ez a két monitoros setuphoz. Amúgy a monitorról van egy külön review-m, amit linkelek is a leírásban az összes többi termékkel, amit említek itt. Tudod, a lájkomb alatt, amit benyomhatnál, hogyha tetszik ez a videó. Na, de melyik a legoverkillebb, beszép anglis, dolog az asztalon? A hangszóró. Így van. Ha követsz egy ideje, tudhatod, hogy mennyire imádom a jó hangzást, de nem vagyok egyáltalán audiofil. De ezért választottam a Kalinak az LP8 párosát. Brutál jó zajszint és kimeneti szint, szinte zéró torzítás, és 200 000 forint alatt ennél nem találsz jobb stúdió monitor szintű párost. Ami még durva bennük, hogy térhangzást hallhatsz egy sztereó hangszóró párból. 20 decibeles dinamikai tartomány, a nagy, kétrétegű hangtekercseknek köszönhetően, és persze az elég erős, mély hangoknak egy nagyon szép hangzást kapunk. És ennek az érdekében persze az akusztikai kezelés is elengedhetetlen, és a T-akusztiknak az ISO base-e tökéletes erre, különösen 20 000 forintos áron. Most pedig jöjjön egy hack. Beszereztem még a T-akusztiktól egy akusztikai panelt, állványt is. Imádom, 2 méter magas és 1 méter széles, és gyönyörűen kezeli a teret. De másra is használható, és itt is az első trükk. Negatív filként is tökéletes, amikor a stúdiómban termékvideózok forgatás közben. Mondjuk nem olcsó, mert 100 000 forintba kerül, így hogyha egy pénztárca barátabb megoldást keresel, akkor mondjuk az akusztikai takarók egy jó irány. Én a Vocal Boost Go-tól beszereztem párat és hozzá egy úgynevezett Flex T állványt, ami pont erre a 3x2 méterre lett tervezve, és még a dőlés szögét is állíthatjuk. Viszonyításképpen ezek 30 000 forintba kerülnek, szóval a 100-hoz képest. Az állvány pedig a szobámnak a másik oldalán helyezkedik el, és valóban teljesen jól teljesít egy olyan térben, ahol szinte semmi nincs, elég üres. Na, hogy tetszik ez a kialakítás? Ha igen, kérlek mutasd meg azzal, hogy lájkolod a videót. A kütyük terén a Newell-nek a fényei, mint például a Ranga Nano vagy a Max LED tökéletes hangulatot teremtenek a setuphoz, és akár vlogoláshoz is, vagy utazáshoz is magaddal tudod vinni, hiszen elég kicsik hozzá. A Max LED egy 20x10 cm-es méretű és 1650 lumenes fényerőt tud 5600 Kelvinnél, 800-at bármilyen RGB-be, megfelelően erős, jó fényt biztosít, legyen ez élfény, vagy egy practical, vagy akár vlogoláshoz is út közben, és természetesen eléggé színhelyes mindkét fény, 96-os CRE-je van, a Nano az 10 000, a Max LED pedig 65 000. Persze mindennek áramra van szüksége, és itt jön képbe a Wegener-nek a Meg Multi Power Bankje, ami egy vezeték nélküli töltést kíván nem csak okostelefonoknak, de AirPodsnak és Apple Watchnak is. És tudom, hogy ez nem közvetlenül kapcsolódik az asztalomhoz, de amit pedig mindig magammal viszek, az a Wegener-nek a Meg On Power Bankje, ami MagSafe kompatibilis. Mindkettő nagyon gyors töltés biztosít, 15 wattos vezeték nélküli töltés mellett 3 USB porttal rendelkeznek, ami 22,5 wattos vezetékes töltést ér, és mind a kettő amúgy 25 000 forintba kerül.
És hát ez az én overkill iPad Desk setupom. Igyekeztem minden szempontot lefedni, nem csak azt, ami az asztalomon van, hanem minden más is, amit mostanság hasznosnak találok így a mindennapokban. Tudom, hogy túlzásnak tűnik, de várj, amíg meglátod a mögöttem lévő főasztalomat, amit vágok, vagy így veszek fel, azzal összehasonlítva ez egy kis semmi kb. Az iPad-es. Tehát mindenképpen nézd meg azt a videót is, katt ide. Lájkolj, kommentelj és iratkozz fel a csengő benyomásával együtt, rengeteg tartalmam jön még. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és remélem, hogy találkozunk a következő videóban, mondjuk ezekben. Klik, klik, szia, sziasztok!